Sziasztok, Fúj vagyok a Harcos Mérő Klánból, és most következő videóban a relik farmokról fogok nektek beszélni. Nos, hogy mi is az a relik, azt már nem fogom itt nektek magyarázni, ugye ezt egy korábbi videóban már bemutattam nektek, hát röviden annyit, hogy a T helyett, vagyis a T1234 Void kulcsok helyett ugye a relikeket kell most már alkalmazni, használni, és ezekhez egy kis, ugye a legutóbbi videóban bemutattam nektek a Necros Prime és a hozzátartozó Prime-oknak a farm helyeit, és sokan írtátok privátban is oda videó alá is, hogy hát oké, de hogy hol lehet ezeket a relikeket farmolni, mert hogy oké, bemutatom, hogy relikkel, melyik hol lehet, melyik relikkel tudjátok kifarmolni, de az, hogy magát a reliket hol tudjátok megszerezni, azt nem mindenki tudja, úgyhogy ehhez egy kis segítséget fogok nektek most mondani. Természetesen ezek ajánlott bolygók, nagyon sok más helyen lehet ezeket farmolni. Mondtam nektek, hogy a videóban megemlítettem, hogy most ezt nem fogom nektek szétvesézni külön. Mondtam, hogy Excavation, Survivor, Defend és egyéb ilyen küldetéseken tudjátok szerezni a relikeket, de ez ilyen zanzás itt van, ugye ugyanezt fogom nektek mondani, csak ajánlok most már hozzá bolygót és küldetést is. No, menjünk szépen sorba, kezdjük a lit relikekkel, vagy lisz, vagy mit, hogy kezd ejteni. Ehhez én nektek az Earth Everest Excavation küldetést ajánlom. Minden harmadik torony lehívásnál 50%-os eséllyel kaptok Lys Eric droppot, minden negyediknél pedig 77%-os esély van arra, hogy bármelyik Lys reliket fogjátok megkapni. Nos, ez egy nagyon alacsony szintű, level 1-től 6-ig tól kezdődő Grinier Excavation küldetés, ide nem ajánlok nektek olyan nagy fegyverarzenált, sem egy ilyen hűde nehéz squad összeállítást. Egy frostot mindenképp vigyetek, ugye a fúrók védéséhez jól jön, kb. Tök minden mivel mentek, ez tényleg egy nagyon egyszerű, gyenge kis küldetés, úgyhogy ezt ajánlom nektek mindenki. A következő ajánlott relik farmom ugye a Mezorelikhez tartozik, ez a Jupiter IO, vagy IO Defense küldetést ajánlom nektek, itt minden 5. és minden 10. wave-ben 85,71%-os eséllyel bármilyen Mezoreliket fogtok kapni. Most maga a küldetés szintén nem egy olyan hű, de erős, de ajánlom nektek, hogy 10. wave után menjetek ki, és aztán gyertek be újból. Ezt hamar, gyorsan, pörgősen meg tudjátok csinálni, esetleg ajánlott Warframe-et mondok nektek, Speed Novát, Banshee-t. Frostot nem is nagyon vittünk ide, ugye, mert a podig szinte el sem jutottak az enemik. Ezt gyorsan, pörgősen meg lehet csinálni, és ez is egy egész jó relik farm a mezorelikekhez. Most térjünk itt is át a neorelikekhez, itt az Eris Kala Azar Defendet ajánlom nektek. Itt minden 5. és 10. wave-ben 66,67%-os esélyetek van arra, hogy bármelyik neoreliket megszerezzétek. Itt szintén elég szinte, ha csak is a neorelikekre fókuszáltak a 10. wave-nél kimenni és újra bejönni, viszont ha tovább mentek, akkor már axireliket is kaphattok a 15. wave-től. Ez már egy kicsit nehezebb küldetés, amúgy itt már 30-as, 40-es infestation-ök jönnek, hát ide lehet egy kicsit erősebb csapatfelállás, jobb, ha visztek, de amúgy mondtam, mint 10. wave-nél kijöhettek, ez sem egy ördöngő, és ezt is könnyen meg tudjátok csinálni amúgy, és szintén egy tényleg nagyon jó drop hely lesz ez is a relikekhez. Nos, a legutolsó relik farm pedig, amit ajánlok nektek, ugye az Axi relikhez jön, ez az Eris Xini küldetésen, Interception küldetésen ajánlom nektek. Itt minden a 3. és 4. roundban és wave-ben 100% eséllyel kaptok axi relikeket. Ez is egy relatíve erős küldetés, itt is 30-40-es enemikkel indul, ugye Interception. Ide nagyon sok frame-et tudnék nektek állni, a lényeg az, hogy meg tudjátok ölni az ellenfelet, meg tudjátok védeni a pontot. Kb. Ennyi a lényeget, szóval bármit visztek, amivel erre képesek vagytok, azt vigyétek magatokkal. Nos, hát így röviden tömören ennyi is lenne, amit tudok én nektek így átnyújtani, mint segítség Relic Farmhoz. Remélem tudtam nektek segíteni, sziasztok!